A kapszula. Mr. Foreman. Ne erőlködjön. Ezt igya meg. Mióta alszom? Hát, lássuk csak. A feljegyzések szerint önt 2023. júniusában hibernálták. Ez stimmel? Igen. Június... nem 18-án. Hozok önnek egy kis bort. Tudja, az ilyenkor... Neki mélyen, doktorne. Tessék? Mennyit aludtam? Mr. Foreman... Mr. Foreman, ön körülbelül 340 évet aludt át. Miért hoztak ide? Miért nem a városban vagyok? Nézze, tudom, hogy mindez váratlanul fogja érni, de már nincsenek városok, legalábbis olyanok, amilyenekre emlékszik, nincsenek. Se városok, se autópályák, se gyárak. Na ne. Ez nem lehet igaz. 300 év. És semmi fejlődés. Ha felfeküdne a műtőasztalra, Mr. Foreman, hozzákezdenénk az operációhoz. Most rögtön? De hogyan? Hol vannak a műszerek és a berendezések? Szerintem ez a hely még csak nem is steril. Kérem, bízom bennünk. Segíteni akarunk, nem ártani. Nem kell aggódnia. Nem fog fájni, Mr. Foreman. Semmit nem fog érezni. Erről én gondoskodom. Rákos daganatok. Három is. Az első a gyomorfalon van. 2,5 centire a vastag bél bejáratától. Ön is látja? Igen, látom. Ezt veszem ki először. Változtatni a kezem molekuláris szerkezetét, így bele tudok hatolni az anyagba. Ezt bármivel meg tudom csinálni. Irene meghatározna a vastagbél bemenetének pozícióját? Látom már. Készüljön fel, kiveszem. Szóval 300 év és semmi fejlődés?
napba. Semmi baj, nem akart bántani benneteket. Gyertek ide. Jól van. Nagyon ügyesek vagytok. Látja, milyen engedelmesek? Ez valami mesterséges organizmus? A féle mű Szent János bogarak? Azok voltak az őseik. Ez már a sokadik generáció. Ne haragudjon azért, amit korábban mondtam. Azt hittem, illetve nem is tudom, mit hittem. De tévedtem. Szeretném megköszönni, hogy megmentette az életemet. Ez a technológia egyfajta biológiai transformáció. Bizonyos szintig mindannyian képesek vagyunk rá. Mint az a műtét, amit végrehajtottak rajtam. Én áthatolok, Irene átlát, John átveszi az érzületeket, Joshua pedig a pszichés összeköttetést biztosítja a genetikailag struktúrált organizmusok között. Én gépeket terveztem. Repülőgépet, tankot, kompjútert, műholdat. Nem vagyok képes a biológiai transformációra. Minek is ébresztettek fel? Az az érzésem, hogy manapság már nincsenek háborúk. A kompjúterteremben minden kérdésére választ kap. Kérem, jöjjön velem. Úristen! Főemlősök, csimpánzok, orángutánok. Ezek a legalkalmasabbak a genetikai sebészetre. Az agykapacitásukat a 20-szorosára tudjuk növelni. Mindegyikük egy speciális kompjúterfunkciót lát el. Választás, csoportosítás, összehasonlítás. Minden tudást itt tárolnak, bárki hozzáférhet. Mit tettek ezekkel az állatokkal? Semmit sem tettünk velük akaratuk ellenére. Fiatalkorukban egy átlátó kapcsolatba lép velük, és megmutatja nekik a lehetőségeiket. Némelyek a szokványos állati létet választják, mások a tudást. Ők vigyáznak a gondolatainkra. Sokkal többet tudnak a világról, mint amit mi valaha is reméltünk. Ezt akkor sem értem. Ez az egész. Miért hoztak ide? Csak azért, hogy lássam ezt? 3 hete az egyik átlátónk egy képet rögzített a távoli űrből. Ezt a képet itt tároljuk. Próbálja meg kikapcsolni a gondolatait, hogy szabad teret kapjon ez a kép. Számításaink szerint valahol Indiában fog becsapódni. Ennek következménye földrengések, árvizek. Hirtelen klímaváltozás az egész Földön. Mit tehetnék én ez ellen? Számos műhold, amit ön tervezett, még mindig a Föld körül kering. Valószínűleg még működnek. Ha kapcsolatot tudna létesíteni velük. Igen. Felrobbantanánk a meteort, a kisebb darabok pedig elégnének az atmoszférában. Igen, megoldható. Álljon meg a menet. Ha nem lenne szükségük rám, még mindig egy kapszulában lennék lefagyasztva a Föld alatt? Valószínűleg. Ez igazán kedves. Matthew, látom, hogy nem érti, de enélkül nem kockáztattuk volna meg a felébresztését. Látja? 20 évvel az önhibernálása után történt. Csak korlátozott nukleáris háború volt, mindössze 6 rakéta csapódott be, de ez elég volt a lakosság 80%-ának kipusztításához. 300 évvel később alig 200 000-en élünk a Földön. A gépek, Mr. Foreman. Önök mindent a gépekre bíztak. De mi nem. Soha többé. Mindegyikünk része a technológiának. Mi magunk vagyunk a technológia, mi döntünk a sorsunkról. Nem történhet még egyszer az, ami önökkel történt. Amiket előástak, 350 évesek. Nem tudom garantálni, hogy tökéletesen fognak működni. Ha az átlátók megadják a koordinátákat, nem lesz szüksége túl sok időre.
Na jó. Lássuk, van-e odafönt valami életjel. Sarah, ide adná a fénytollat? Ez Isten szerelmére, ez csak egy toll. Nem is sejti, milyen érzés számunkra azokban a régi épületekben kutatni. Na igen, ne haragudjon. Valami elindult. Most demodulálja a jelhordozót. Demultiplexifikálja a jelet. Egyéni azonosító jelet kaptunk egy... Nem, két műholdról is. Napelemek. Üzemképesek. Radarbemérő rendszer. Üzemképes. Lézerágyú generátor. Üzemképes. I think I'll have that drink now you offered me a few days ago. Nem emlékszem, hogy ennyi csillag lett volna akkoriban. Az ég csak nemrég kezdett el kitisztulni, úgy 100 éve. Addig a nukleáris tél miatt a felére csökkent a fény. Biológiai világító eszközöket kellett kifejlesztenünk. Olyan közelinek tűnnek. Szinte meg lehet őket érinteni. Ezért kezdtem el űrtechnológiával foglalkozni. Hittem benne, hogy egy nap eljutunk a csillagokhoz. És én is részese akartam lenni. Nem csak mint kutató, hanem mint űrhajós is. De ehelyett rakétákat és bombákat tervezett. Igen, mert meggyőztem magam arról, hogy szükség van rá. És ettől fontos embernek éreztem magam. És persze a pénzért is. És meg ki tudja miért. Pedig nem érnek semmit. Nem bánják önök, mai emberek, hogy az emberiség már nem juthat el a csillagokra. Sarah, ezzel a technológiával nem lehet. Ha csak nem tudnak bioűrhajót készíteni. Tudja, Mr. Foreman, mi az elménkkel fedezzük fel a világot, sokkal könnyebben, mint az ön gépei. Az asztrál testünk már csillagok ezrein megfordult, olyan barátságtalan helyeken is, ahol az önök űrhajói még csak le se szállhattak volna. Elnézést. Leragadtam a régi világban. Nem, csak éppen most ismerkedik az új világ lehetőségeivel. Nem. Sosem fogom megtanulni. Az én elmém képtelen arra, amit önök tudnak. De igenis képes. Matthew, fel tudjuk ruházni egy pszichonikus műtét minden képességével, amivel csak rendelkezünk. Olyan világokat fedezhet fel, amilyenekről még nem is álmodott soha. Nem erről van szó. Önök így nőttek fel. Hozzászoktak. Nem fogok tudni beilleszkedni. Felépítettek egy új világot a régi romjain. És én a régihez tartozom. Az őrültek közé, akik lerombolták. Idegen vagyok itt, Sarah. Négy óra 30 perc és 20 másodperc múlva ér a hatótávolságba. 4 óra 18 perc múlva emelkedik a horizont fölé. Jelenleg 14 000 kilométerre van a Földtől. Most lépett be a műhold hatóterébe. Az automata radar ráállt a célpontra. A lézergenerátor 9 000 kilométeren aktivizálódik. Minden készen áll. Most már csak ki kell várnunk, hogy mi történik. Remélem, hogy az első sugárnyaláb szétrobbantja a meteort. Azt mondta, rá állt a célpontra. Lehetséges, hogy mégis eltér? Csak ha akarom, amíg a rádiókapcsolat fennáll. Végtelenül hálásak vagyunk azért, amit tett. Ezzel még várjunk. 12 600 kilométerre van a Földtől.
Hogy a fenébe? Valami baj van, Mr. Foreman. A meteor úgy tűnik csökkenti a sebességét, ahogy a föld közelébe ér. Pedig gyorsulnia kéne. Sőt, az irányát is megváltoztatta, mintha keringési pályára akarna állni. Ez őrület. Egy meteor nem változtatja meg a röppályáját. Nem tud lassítani, nem tud... Úristen! Címeres ökör vagyok. Maguk telepaták. Azt szugerálnak belém, amit csak akarnak. Mi az ördög közeledik, ha nem akarják, hogy lássam? Mit akarnak lelövetni velem? Mr. Foreman, azonnal nyugalom. Mondja meg! Irene, mutassa meg! Előbb-utóbb úgy is rájönne, essünk túl rajta most. De jó ég! Maguk teljesen megőrültek? Az ott egy földi űrhajó! Igen, földi emberek, Mr. Foreman, de a legrosszabb fajta! Mielőtt kitört a háború, kilőttek egy űrhajót emberekkel megrakva. Lehettek vagy ezren, politikusok, katonák. Azok, akik kirobbantották a háborút, előre kiterveltek mindent, a visszatérést is. Nem. Az időtágulás. Hát nem érti? Számukra lelassult az idő. Nem érdekel. Ez a 300 év csak néhány év volt számukra. Kivárták, hogy megszűnjön a radioaktivitás. Hazudik. Erre nem lehettek képesek. De igen, megtették, Mr. Ford. Hazudik. Megtették. Nem. De igen. Nem. Sajnálom, Matthew. De miért? Mert visszahoznának mindent, a rakétákat, az összes őrültséget. Az az űrhajó tele van nukleáris fegyverrel. Nem hiszek önnek. Nem. Istenem. Ne. 9390 kilométer a Földtől. A műhold célba vette az űrhajót. Nukleáris robbanás volt. Tényleg fegyverek voltak a fedélzeten. Istenem, mit tettem? Megmentett minket. Megmentett egy halott világ őrültségeitől. Ezer embert. Ezer bűnözőt. Ön az igazságszolgáltatás eszköze volt. És most mi lesz velem? Elvégeztem a piszkos munkát. Én is csak egy őrült vagyok. Meg kell halnom. Vagy csak újra hibernálnak. Egy kapszulában. Nem. Most már közénk tartozik. Önök közé? Hogyan? Mondja, mi a közös bennünk? A bűn. Osztozunk a bűnben, amit elkövettünk. Meg kellett tennünk. Szeretné látni őket közelről. Nem hiszem, hogy megérdemlem. Ahogy Sarah mondta, ön már közénk tartozik. Megérdemli, hogy mindent megkapjon tőlünk. Sajnálom. Inkább ne. Nálunk, Mr. Foreman. Lazítson!
és elméjében felcsendül egy dal. Egy idegen gondolatokat közvetítő dal. Hangok, szavak nélkül üdvözölve őt. Matthew Forman, aki évszázadokat aludt át, végre megtalálta a helyét. Utazó lett, aki nem ismer határokat az alkonyzónában.